A magyarországi szénhidrogén termelés azért már túljutott a zenitjén. A nyilvántartott méret a makói árakban 1500 milliárd. Na, hát az tök annak, a, amit eddig összesen kitermeltünk, annak több, mint a hétszerese. Képzeld el. Hát nem kell nekünk. A tárolóknak nem az a funkciója, hogy én nyáron telerakom, és akkor télen csak abból élek, hanem ez ugyanolyan, mint a spájz. 3 hónapot még akkor is kibírunk, ha leáll a teljes magyar termelés, nem áll le. Ha leáll a teljes import, nem áll le, mert valahonnan mindig jön. Kádár kocka, ezt ráadásul tapasztalatból tudom, az én édesanyám ilyen házban lakik, megcsináltatta a szigetelést rajta, 35%-kal csökkent a gáz fogyasztása úgy, hogy egyébként nem fázik. És mindig ezzel példáloznak, hogy megfagynak a németek, nem fagynak meg. Ugye a gulyás miniszter is belebonyolódott ebbe, hogy az orosz a jobb, a magyar egy kicsit jobb, a nyugati meg abszolút rossz, ez hülyeség. Nincs ilyen, hogy világpiaci ár. Európában teljesen más ár van, az amerikai ár például ötöde, hatoda az európai árnak. Most az orosz gáz az azt figyeli, hogy a tőzsdei ár hogy mozog. Tehát néhány hónapos késéssel, vagy egy hónapos késéssel gyakorlatilag ugyanazt az árat fizetjük, mint ami a tőzsdén, amit látunk. Mert ha bekövetkezne ez az 5000 dolláros ár, ami most azért olyan 2000 körül van, az annak a duplája is akár, akkor bizony az azt jelenti, hogy a magyar állam csődbe fog kerülni, amiatt, hogy mondjuk akár ezt az alacsonyabb szintet, de támogatja, támogatott áron adja át.